Tehát egyik oldalról a kiképzés, a felkészítésben egy olyan új képességet tudnak katonáink elsajátítani, ami itthon nem lehetséges. 45 méter mélységig nálunk nem lehet merülni. A másik oldalról értelemszerűen a hagyományápolás. Én azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy ma nem rendelkezünk tengerrel, haditengerészet, illetve a tengerészet szorosan a magyar katona hagyományok része. Egyrészt lesz egy statikus bemutatónk, másik oldalról pedig egy dinamikus bemutató, ahol bemutatjuk röviden, hogy bulváraink hogyan készültek fel a feladatra. A merülések egy részét monokalackokkal, tehát ami ott is kimaradt a felszerelés, a típusú egyes palackokkal lesznek végrehajtva, ezeknek kiegészítő palackhelyek lesznek, amit vészhelyzet esetén tudunk használni. Van egy másik fajta úszás, aminek az elsajátítását most tanultuk meg pontosan az expedícióra felkészülve, ezeket a különböző ilyen zárt térbe, illetve olyan helyeken alkalmazhatjuk, amit most is lehet látni. Olyan helyeken tudjuk alkalmazni, illetve kell is alkalmazni, ahol nem szabad fölverődést okozzon az úszony által keltett vízhullámok, mert abban az esetben teljesen nullára levi, aki az amúgy sem túl jó látási távolságot víz alatt. Ennek különösen fontos szerepe van. A bemutató gyakorlat, az pedig egy dekóbója fellövése lesz, amire a másik búvár, a búvártár egy mentési ráúszással fog reagálni, a dekóbóját most imitálva úgynevezetten úgymond fellőtte a búvár, az ott áll, a másik búvár a felszínen teljes sebességgel ráúszik, majd egy gyors remelülés követően őt szabályosan a felszínre emeli. Szakó úr említette, hogy a hajót a franciák ugye lőszerrel, robbanószerrel töltötték fel, és az azzal együtt borult fel. Ez jelente valamilyen veszélyt a búvárokra, vagy a munkára úgy összességében? 40 évvel ezelőtt a jugoszláv hadseregnek a búvárai feltárták már ezt a hajót, akkor még egységes Jugoszláviáról beszélhettünk, és a búvárok, a muszaki búvárok a hadianyag nagy részét kimentették és elszállították oda. Ami ott maradt hadianyag, az nem lehet hozzáférni, tehát hajó azon részén van, aminek a feldítése valószínűleg eddig ezután is tudják majd végrehajtani. A hajó nagy mérete miatt oda erre a cellákba, ezekre a pontokra nem tudnak majd eljutni a búvárok. Tehát veszélyt nem fog jelenteni a mi végrehajtó állományoknak, se a teljes személyi állománynak. Medencéből. Na most ez sajnos egy kicsit lassan megy ez a kutatás, és azért is kértük a segítséget a honvédségtől, ugyanis évente csak kettő napra tudunk engedélyt kapni a horvát hatóságoktól. Egyrészt ugye, mert ez egy gyakorlatilag régészeti terület, tehát a régészeti örökségvédelmi minisztériumtól kell engedélyt kérni. Másrészt pedig hatásában van, mint mondta a tábornok úr, hogy a horvát-montenegrói határon van, és hát ott még mindig nem szeretik annyira egymást, hogy itt ilyen könnyen lehessen merülni. Tehát évente két merülést tudunk csinálni, és ezekből az évi két merülésekből kell összerakjuk az egész történetet, az egész a hajónak a jelenlegi állapotát. Most hát néhányszor merültünk már, de nagyon sok felderítetlen dolog van még, amit ennél a hajónál ki kellene deríteni, és hát ugye egy ilyen 40 méter alatti merüléshez, 40 méter körüli merüléshez ugye nem mehetünk oda ketten vagy hárman, hanem bizony oda létszám kell. Kell ugye, akik csinálják a munkát, kell, akik behatolnak a hajó belsejébe, és kell, akik ezeket biztosítják. És hát ugye a segítséget ezért kértük a honvédségtől, hogy legyen olyan búvár, aki egyrészt ránk vigyáz, másrészt is segít nekünk akár a benti, akár a külső munkákban, a fotózásnál, meg a fotókon, videókon szerepel, ugye, mert egy hajó roncs méretarány nélkül, hogy így mondjam, eléggé furcsán néz ki a televízióban, meg a fényképeken. Na most a hajóról annyit, hogy ez 1890-ben, itt 89-ben az egyiket, a 90-ben pedig a másikat, ez két testvérhajó volt, bocsátották vízre, illetve állították szolgálatba. Ez a Kaiser Franz Josef I, vagyis magyarul Ferenc József cirkáló, ennek a testvérhajója, a Kaiser Elizabeth, ugye a Ferenc Jóskának a,
a felesége, őről lett elnevezve, tehát a császári királyi házaspárnak a nevét viselte ez a két hajó. Ami az érdekessége, hogy ez a hajó ugye Montenegro-horvát határon van elsüllyedve, és ami érdekes, hogy sajnos a Kaiser Elizabeth is elsüllyedt, az viszont Kínába, Csingtau kikötőjében süllyedt el. Hát oda még nem jutottunk el, de azért tervezzük. Na most eddig sikerült összesen a Monarchia hajói közül ötöt megtalálni, még egy hatodiknak a feltárása, vagy a megkeresése az a közeljövő, tehát a nyár vagy az ősznek a kérdése, ez a Wildfang romboló. És hát ezt is tervezzük, hogy a segítségét kérjük a honvédségnek. Na most az expedícióról annyit, hogy gyakorlatilag, mivel hogy a horvát törvények azt mondják ki, hogy 70 évnél régebbi tárgyak, azok már múzeális tárgyak, tehát nekünk a hajót kívülről, belülről megnézni, fotózni, videózni szabad, onnan elvinni, elmozdítani semmit sem. Sajnos nálunk ugye a mi törvényeink 1711 utáni tárgyakra előtti tárgyakra vonatkozik ugyanez a védelem, és ezért áll úgy a magyar műemlékvédelem, ahogy áll.